33. Könnyű lász érez. Annyit tud az útról, hogy Itália legmarályosabb vidékein hajtanak keresztül. Olyanok itt a tartományok, mintha az olasz sak táblára rárajzolták volna egész Európát. Minden város, minden kerület, külön ország. A maga külön törvényei szerint szeretne élni, legalábbis Ferrara de a várost és az esték hercegségét hosszú századok után újból birtokába vette a szent atya. Az utolsó Ferrarai herceg, Cézáre, számkivetésbe került, úgy mondják, néhány hónapja halott. Egy bíboros az úr, az urát vesztett városban, melyből a múzsák elköltöztek, az esték kastélyában már nem emlékezik senki, torkvátott az szóra. Késcsókon a kormányzó egyház fejedelemnél. A spanyol követ vele arra kéri, Szácsetti kadminálist, hogy Pautács Asztrát kínálja a spanyol festőnek. Eminenciád engedelmével, én a szokásos napszakokon kívül étkezem úgy, ahogy a munkám megengedi. Három napja van Ferrarára. A legátus megérti, hogy a festő nem akarja ájtatosságokra, s órákig tartó evidejesre pazarolna időt egy tudós lovagért, aki úgy ismeri a város minden házának, minden utcájának, és talán minden képének történetét, mint a tenyerét. A lovag saját szerint lakásába imitálja. Fogadalmat tett, nincs családja. Terrara, a város egyetlen szerelmese. Velázquez hirtelen boldognak, felszabadultak érzi magát. Két napig szabadnak lenni, megszabadulna a szertartásoktól, egy tudós olaszal vándorolni, és kettesben megenni a bőséges estebédet, mert a kardinális asztalára hozatnak át. Sifa palottába megyünk. A képek ott, a délelőtti fényben a legszebbek. kez előtt az egykori Borzó Deszte városúr Ferrarája. 150 éve eltűnt világ. Festők, költők, zenészek az esték udvarában, művésziskolák közös vállalkozása, hogy egy-egy templomot, fejedelmi villát, cégházat remekbe díszítsenek. És mire odaérnek, szűk, fokhíjas utcákon át, melyeket felvert a gyom, udvari ember szeme látja, itt hosszú évek óta nem vágtatnak már hintók kis mesterek, kézművesek, boldogtalan a napsütésben, mögöttük büledező kisházak, szomorú gyermekek. Esték ferrarája. Még mindig boldogabb, mint a szomszédos mantua. A kavaliere bent ül a bíboros kancelláriájában, elmondja legújabb híreket. Úgy hírlik, megkezdődött a császáriak támadása mantua ellen. Még túl az éjszakról leereszkedő fősereg, de már kiépítik köröskről az őrtálásokat. Talán fél ezer éve békében éltek polgárai. Finis mantua, nemes uram! A lovag a bíboros szolgája, de olasz ember. A dantei világ szenvedő darabkájáról van szó. Terra ma a pápai állam tartománya. Határán megállnak a császári, francia, spanyol seregek, amelyek, mintha a valóban a senki földje lenne, végig szántják Itáliát. Ám, ha a hadak el is kerülik, a határokat nem ismeri a dögvész mert kíséri keselyű módjára hadakat. Megérkeztek, míg kísérője elmondja a környék legendáját, megállnak itt, az egykor csodálatos este előtt, melyről omlik a vakolat. Felérkeznek az első emeletre, széles lépcsőkön. Miféle fogadások lehettek itt? Milyen dámák, lovagok kényeskedhettek borzod világába? A lépcső törött korlátja mutatja a hajdani aranyozást udvari ember szemével látja, piszok, omladék, dekompozíció. Három évtized alatt majdnem rommá vált a földi dicsőség esztei palotája. A tizenkét hónap freskó képei. Ezért jöttek. A január már alig látható. A februárt is kikezdte a penész. Ahogy a festő szeme villan, december sem valami ép, de március mezőjétől kezdve a borzó desze életéhez tartozó képek a kvatocsentő bájával fonják körül a fejedelem életének egyesztendrét. Borzó ítéletet mond márciusban, míg lovagok csoportja hívja a márvadászatra. Áprilisban Vénusz a diadalmas, lovagok és dámák között feltűnnek a termékenység ősi szimbólumai. Borzó diadalmasan visszatér a vadlesről, udvari bolondjával szórakozik. Májusban érik már a cseresznye, a herceg kezében pirosos szemektől roskadó ág mesterségek dicsérette, múzsák. Majd Merkurius diatala, újból borzva, mint átvesz egy kérelmet. Milyen más itt az arca? A ragadozó desztábrázat, ábrázat. Tele elmúlt istenek kultuszával, virbően, forró, szenvedélyesen, milyen más, mint a sápa felébe, amit unatkozva halkan mondja, majd megvizsgáljuk ügyét, és a kérvényt elnyeli a hunták irattára. Júliusban kerül rá sor a len áztatására. A jó herceg jelen van, szeme kis népén, míg augusztusban az alvilág ura elrabolja Ferzefonét morzó újból lóháton, vadőzésre vagy csatára indul. Szeptemberben fejedelmi kegyel a szerenisszima követét fogadja. A velencei nemes arca hasonlatos ahhoz a titokzatos kegyelmességhez, aki napnak -nap után végig sétált a Skóla és San és ellenőrizte napi penzumát. Így múlnak el vadászat, Len áztatás, háború, követjárás közt a különös arcú borszó hónapjai. Ki Nem tudjuk ma már, ki volt mindenképp mestere. Az öreg tura jött ide tanítványaival, ő készített a kartonokat, de ezek már elpusztultak. A fal ma még őrzi művészetét. Látja? Február, december, most kezdik ki a penész. Január alig látni. kifestette festette? is jócskán kapott pénzt érte. Nem vagyok művész, meg mindezt másképp látja. Bizony, mi is másként látjuk Ferrara pusztulását, mint önök spanyolok, akik az egész világ. A másik teremben megáll. A szobor Mózes ábrázolja. Itt a porba fulladó Ferrarában, kültelke közt, az egykori palottában Mózes terv próbaforma. Még nem látott soha Michelangelo-t. Mi maradt bent a deszték várában a régiből? Alfonzo idejéből. A lovag lehajtja fejét. Amit nem herdált el Cézáre, az utolsó este, elvitték magukkal a legátusok. A domtéren minden még az esztékről emlékezik. A székes egyház homlogozatába építve kis fülke, mint a csak zimankos időkről védené Borgia Lukréciát, Jámbor éltes asszony, matrónák fejkötőjével, így áll bent szürkén, bűnbánóan a szobor. Apja pápa, bátya szörnyeteg, unoka öcse szent. Mire Ferrarába került, mondja kavalier, már lehiggat a vére. Jó asszonyunk volt. Kongatnak Vesperára. A lovag arra gondol, hogy a bíboros konyháról kerül ma asztalra az estebén.